A lágerlőf az antikrisztus csodái. kező reggelen, hogy a Szent Paszkál harangjai megszólaltak, Eliza asszony a boltjában ült, és a pénzét számolgatta. Előző napon hihetetlen bevétele volt, de a gondok ma ellepték, boltja üresen állt, mindent megvettek, szobrokat, gyertyákat, rózsafűzért, Gaetano féltett szobrai is lekerültek a polcról. Eliza szomorúan tekintett szét. Kihúzta a pénzes fiókot, nehezen ment, tömve volt pénzzel. Mi alatt számolt, sírt, mintha csupa hamis pénze lenne. Mit segít rajta a sok koszos bankó, a temérdek részpénz, ha Gaetanót elveszítette? Bár maradt volna csak egyetlen napig, akkor nem kellett volna nyakába vennie a világot, hiszen van már pénz, nagyon sok pénz. Hallotta, ajtaja előtt megáll a postakocsi. Oda se nézett, mióta Gáétánó elment, nem törődött az eseményekkel. Ekkor kinyílt az ajtó, s valaki megszólalt. Donna Elisa, Gáétánó volt. Hogy kerülsz te ide? riadt fel. Eladtad a szobrocskákat, újakat kell faragnom. Honnan tudod? Éjjel kettőkor a postakocsinál Róza Álfári mindent elmondott. Ah, jó, hogy a postakocsi felé jártál, különben nem értesülsz a történtekről. a bólintott. Alig egy órával később ismét a műhelyben serénykedett Donna Eliza, akinek alig akadt tennivalója, gyakran bepillantott hozzá, nézte, mint farikcsál, gyönyörködött a rokonában. Donna Mikaela értesült Gaetano visszatértéről. Nem örült, nem is haragudott, de tartott tőle. Beállít hozzá, és újra csábítani fogja. Hallotta, hogy azon a napon, amikor a harangok megszólaltak, egy gazdag angol hölgy érkezett diamantéba. Az is fülébe jutott, hogy ez a nő az, akinek a tulajdonában van a kis Krisztus szobor. A szobrocska tehát megérkezett, mivel hívták, és a tomboló vihar, a harangzúgás az érkezését jelezte. Igyekezett vidám lenni, mert hitte a csoda, a kedvéért történt. A bizonyosság Isten kegyelme kíséri, fontosabb számára minden földi örömnél, szerelemnél. Már félt ebből a megnyugtató érzésből, ki ne ragadja valami jelentéktelen, haszontalan pillanat. Ha az utcán Gaetanoval találkozott, rá sem nézett. Ha pedig Eliza járt, nem nyújtott kezet neki, és nem állt szóba vele. Bár az ifjú Gaetano azért jött végül is vissza, mert érezte. Mikaela nélkül képtelenne kivágni a világnak, de nem akarta a fiatal asszonyt kísértésbe hozni. Tudta, látta. Ferrante felesége más erők hatalmában áll, ezért személye egyszerre szent lett a számára. Persze a közelében akart maradni, nem a szerelme miatt, hanem, mert várta, Mikáéla miféle nem estettekre szánja el magát. Miként a kertek szerelmese vágyik a tavasz első rózsáira, úgy vágyakozott Gáétánó a csodákra. Mivel a fiú hetekig nem közeledett az asszonyhoz, az már kételkedett. Gaetano talán sohasem szerette, mondogatta is magában, hogy csak azért akarta szökésre rászedni, mivel ezzel kívánta kicsikarni a Madonnától a csodát. De ha már így áll, miért nem utazott el? Nyugtalanná vált. Úgy érezte, nem lenne képes magán uralkodni, ha nem tudná. Szereti Gaetanót. Viszont vergődésében mindinkább arról győződött meg, hogy a fiú őt soha sem szerette. Közben férje ágyánál töltötte ideje legjavát. Ferrante hosszú ideig feküdt betegen, szélütés érte. Szinte akként állt talpra. Renyhévé nyugtalanná vált, percekig sem lehetett magára hagyni. Már nem járt be a boltjába, teljesen megváltozott. Ugyanakkor elhatalmasodott rajta a nagy zási hóbort, mintha ördög szállta volna meg. Mikaela példásan bánt vele. Órákig ült mellette, és csacsogott neki, mint egy kislány, aki egy másik gyereknek mesél. Olykor kérdezgette Ferrantétól, ugyan, ki volt az, aki a piacon, tollas kalapban, zsinóros ruhában, oldalán karddal, zenekarát vezényelte, hogy közben azt mondták az emberek, micsoda fenséges muzsika, áradó, mint a tenger, fölemelő, mint az etna. És kivette észre egyszeriben azt a fekete ruhás fiatal hölgyet, aki nem merte szemét az emberekre vetni. Kisietett hozzá, és nyújtotta a karját – talán Ferrante úr, aki egész héten kurtakabádban a boltjában foglalatoskodik? Egy ilyen öreg kereskedő, ilyet bizony nem tesz, nem ám. Férje nevetett, tetszett neki, ha a felesége ugratta. Azt is kedvelte, ha az asszony a királyi udvarról beszélt, ahová ő, a délceg Alagóná, ha egyszer bejuthatna, mit mondana a királyi pár? Ó, íme feltámadt az ősi nagynevű család. Mindez kinek a műve? Hát persze, az övé Dom Ferranté, aki Szicília hercege. Ugyanaz a férfi, akinek diamantéban szatócsboltja volt, és a fuvarosokkal veszekedett. De hát ez mégsem lehet, jegyeznék meg. Annyira tetszett Ferranténak az efféle asszonyi beszéd, hogy napokig hallgatta volna. Mikaela fölöttébb türelmes volt. Az egyik nap is éppen a csacska beszédet hallgatta, amikor belépett Donna Eliza. Lányom, ha megvan neked a pompei szűz legendája, ad kölcsön nekem, kérlek, mondta. Csak nem akarod elolvasni? úgyan már, tudod, hogy analfabéta vagyok. Gaetano kéri. Mikáélának nem volt meg a legenda, de szót se szólva a polchoz lépett, kihúzott egy kötetecskét, szicíliai szerelmi dalokat tartalmazott. Odaadta Elizának, aki már is sietett haza. Rövid idő után keserűen megbánta, amit tett. A Krisztus szobor ezért segített rajta elpirult, amikor arra gondolt, hogy a kötetben megjelölte az egyik dalt, amely eként hangzik. Könnyes szavamra választ, ó, kiadhat. Kérdezem a napfényt és az éjhomályt, szálló felhőt, röptét a madaraknak, vízben az olmot, ez alakváltozást, a százszor szépnek szírmait letépem, javasasszony válaszát remélem. Most már a szentek szavát, jós szavát lesem. szeretsz -e még híven, szerelmesem? Nem remélte, hogy választ kap. Persze megérdemli, hogy Gaetano megvesse és tolakodónak tartsa. A verse tulajdonképpen csak egyet szeretett volna. Megtudni, Gaetano mit érez. Aztán újra eltelt néhány hét. Mikáéla továbbra is a férjét ápolta. Egy alkalommal Eliza asszony hívta a sógorasszonyát. – Gyere csak, Mikáéla, nézd meg a magnólia fámat, ilyen szépet még nem láttál. Átmentek az utcán, s be a kertbe. Eliza fája valósággal pompázott. Szinte kellette már magát messziről. Illatárat, méhek zümmögtek körülötte, madarak csicseregtek rajta. Mikáélának szinte elállt a lélegzete, amikor a fát meglátta. Vastag törzsű, sudárnövésű fa volt, nagy levelei üde zöld színben ragyogtak, hatalmas virágok pompáztak ágain. Hogy azt hihette valaki, ez a fa ünneplőbe öltözött. Mámoros életörömet lehet a magnólia. A fiatal asszony elbódult, érezte, idegen, félelmetes erő lesz urrá rajta. Lehúzta az egyik ágát, óvatosan, hogy el ne törjék, szétbontotta a virágát, tűvel kipontozta a szirom leveleit. – Mit csinálsz? – kérdezte Éliza. – Ó, semmit. Az én fiatal éveimben a lányok szerelmes szavakat küldtek a magnólia virágszírmain talán ma is megteszik. Csak vigyáz, mert ha elmégy, utána nézek ám az üzenetednek. Hiszen olvasni sem tudsz. Tud, Gaétanó. És Luka, inkább őt kérd meg. Mikaela otthon megint megbánta a tettét. Eliza képes és szól Gaétanónak ehhez talán nem elég okos öregasszony, de ha Gaetano a műhelyéből látta az egészet, felelni most sem fog, és ő újra nevetségesítette magát. Nem tehet ilyet többé. Legjobb, ha nem fürkészi Gaetano érzéseit, s okosabb, ha a fiú nem is törődik ezzel. Azonban egyre csak tépelődött, kap-e választ? Nem kapott. Új hét telt el, Ferranténa kedve támadt kocsikázni. Azt mondta, ezen túl naponta hintóba ül. A nyári ház kocsi színjében állt egy díszhintó, amely lehetett vagy száz éves. Magas volt, a kas viszont, amely a malomkő nagyságú hátsó kerekek között bőrszíjakon lógott, kicsi és szűk. Fehérre mázolták hajdan aranyal cifrázták, a párnáit bársonnyal vonták be, ajtaján az alagónák címere fény lett. Nagy tisztesség volt annak, aki beleülhetett. Ha az ősi alagónák végighajtottak a korzón, az emberek az ajtajaikhoz rohantak, vagy kihajoltak az erkéjeikről, hogy jobban lássák, Persze, akkor még berberlovak húzták a hintót, a kocsis parókát hordott, az inas, paszományos libériát, no és a lovak kantárját sejemmel hímezték. Most öreg akarta befogatni ferrente, s megvénült segédjét ültetni a bakra. Amikor a felesége megjegyezte, ez alig ha megy, sírva fakadt. Mit mondanak róla, ha délutánonként nem hajtott végig az utcán? Egy előkelő úrtól ennyit elvárnak. Hogy is hinnék, hogy ő nemes ember? Annak a hintónak készen kell állnia. A legboldogabb órája az volt, amikor először kihajtatott. Feszesen ült a helyén, bólogatott, integetett a szembejövőknek. Diamante lakosai meghajoltak előtte kalapjukat megemelték. Hogy is vették volna el az öreg Ferrante kedvét? Mikaela ült mellette. Így akarta, félt egyedül, a fiatal kezdetben vonakodott, erre a férje sírásba kezdett. Ő vette el Mikaélát, az ő felesége, bár szegény és nyomorúságos sorsú volt – tehát nem lehet hálátlan, különben miért nem akar a hintóba ülni. Sziciliában ennél nincs előkelőbb fogat. Miért nem akarsz velem jönni? Én vagyok az egyetlen, aki szeret, hiszen apád is megvet. Mikaela tehát nem tehetett mást. A dolgok nem úgy történtek, ahogy az asszony remélte, senki se nevette ki őket. Az asszonyok bókoltak, a férfiak úgy köszöntötték, mintha száz évvel korábban élnének. Donna Mikaela még enyhén gúnyos mosolyt sem látott az arcokon. Nem is akadt ilyen a városkában. Tudták, milyen a kapcsolatuk, hogy ferrente sír, ha Mikaela egyetlen pillanatra magára hagyja, és hogy az öreg alagóna féltékeny a feleségére összetapossa finom kalapjait, nem ad neki pénzt ruhákra, nehogy szépnek találja valaki. Azt is az asszony szemébe mondta olykor, hogy csúnya, más úgy sem tudná elviselni. Ez is köztudott volt, ezért nem nevettek. Diamantét jámbor keresztények lakták, nem pedig barbárok. A régi hintó öt és hat óra közt gördült végig a korzón, ahol nem járt semmi, kívüle más elegáns hintó tehát nem létezett a városkában. Ugyanezen órákban, Rómában a fogatok a Monte Pincsóra vonulnak. Nápolyban a Villa Nacionale felé igyekeznek, Firenzében a kásinákhoz, Palermóban a La Favorita felé. Amikor harmadszor értek a Porta Etnához, kürt szó hangzott az országútról, fényesen, derűsen, a kapún magas, angol vadászfogat haladt át. Ez is régi volt. A hajtón bőrnadrágos copfos paróka. Az egész fogat kopott diligencehoz hasonlított, a bak mögött kupé, a kocsi tetején ülés. A fölszerelése azonban új volt, a lovak jó erőben lévők, a szerszámok ragyogtak. Néhány katániai hölgy és ifjú ültek a tetőn, az etnára hajtottak. Elhaladva a díszhintó mellett nem folytották el a nevetésüket, kihajoltak az ülésről, kacagásuk zengett a csöndes házak közt. Mikaela egyszeriben elsápott, a szomszéd kocsi utasai egykori ismerősei. Mi mindent mondanak, ha hazamennek? Láttuk Mikael a Palméri diamantéban, s kacagnak majd szünet nélkül. Most igazán nyomorútnak érezte magát, bolondnak, rabszolganőnek. Egyetlen teendője, engedni Ferrant egy gyerekes erőszakosságainak. Összeomoltan ért haza, bágyattan, erőtlenül, alig vonzolta magát a lépcsőkön. Ferrante ez alatt egyre áradozott. Találkozott olyan előkelőségekkel, akik láthatták pompás hintaját, ez elég, hogy többé ne emlegessék Mikaela csúnyaságát, apja sikasztását. Láthatják az asszony, előkelő ember felesége. Ebéd után Mikáéla magányosan üldögélt. Apja Ferrantéval beszélgetett. Ekkor az utcán, a nyári ház ablaka alatt halkan megpendült egy mandolin húr. Más hangszer nem társult mellé, olyan finoman penget, mintha nem is emberi kéz érintené. Méhek Ticskö koncertjére emlékeztetett. Valaki újra itt jár, aki szerelmes Jenny Szólt Ferrante. Ez aztán a lány, ez a Jannita mindenkinek tetszik. Ha fiatal lennék, hát magam sem vetném meg. Ez aztán tudhat szeretni. Mikaela összerezzent. Igaza lehet, a mandolin Jannitának szól. A lány ezen az estén otthon volt az édesanyjánál, de egyébként a nyári házban lakott, ezt is Mikaélának köszönhette, aki Ferrante betegsége kezdetén meggyőzte a férjét. Ha nem neki szól is, tetszett a dal. Szelít volt és vigasztaló. Szobájába vonult, hogy a sötétben még inkább hallja és hallgathassa. Amikor a szobájába lépett, erős és édes illat csapta meg. Mihez? ez? A kezeresketett. Alig találta meg a gyújtót. Azt talán kinyílt magnólia virág hevert. A levelén kipontozva ez a kérdés. Szeret? Alatta Gaetano. A virág mellett szerelmes versekkel teli fehér könyvecske, benne megjelölve egy dal. Szerelemről nem beszéltem soha, bús éjszakákon nőtt virággál lelkem. Csak álmaimban szállt vágyam felét, fukar sárkányként őrizte megincsem, s ha majd utolsót sóhajt az ajkam, fel nem töröm édes titkom zárát, hallgatva csöndben lépem által a némaság ország határát pengett a mandolin, hangjában frissesség s fény volt, egy kicsi rész a vigasztaló természet gondtalanságából. Ez időtájt még diamantéban volt az árácőli szobrocskája. Tulajdonosa, az angol hölgy elragadtatással beszélt a városkáról, ahonnan nem volt kedve tovább utazni. Kibérelte a fogadó első emeletét, berendezkedett, mintha otthona volna, drága pénzért megvásárolt minden agyagedényt, régiséget, amit felkutatott, vett mozaikot, oltárkövet, szentképeket. Arra gondolt, az egyház valamennyi szentjének szoborcsarnokot épít. Hallott Gaetanóról. Kérte, jöjjön fel hozzá. Gaetano összeszedte az utóbbi időben faragott szobrait, s elvitte Mész Tottenhamnek, aki megörült, s valamennyit meg akarta vásárolni. A hölgy szobája már egy múzeumi raktárhoz hasonlított. Minden elképzelhető tárgyat összehalmozott benne rendetlenül, rendszertelenül. A padlón félig üres utitáskák, a falakon köpönyegek, képek, és mindenféle rézmetszetek, teáskannák, térképek, spirituszégők, alabárdok, mesekönyvek, misekönyvek, mandolinok, címerek, nagy összevisszaságban. Ez nyitotta fel Gaétanó szemét. Hirtelen elvörösödött, és a szobrait elcsomagolta. Tekintete a kis Jézus szobrára esett, a rendetlenség közepén állt. Fején a szegényes korona, lábán részből való cipőcskék, arcszíne megkopott, a gyűrűket zöld foltok lepték el, ruháját sárgára mocskolta az idő. Ezt látva Gaetano nem akarta eladni a dolgait, távozni akart. Tottenham megkérdezte, mi lehet a hirtelen? A fiú erre felbátorodott, szidni kezdte a hölgyet. Tudja-e, hogy a szerteszét dobált holmi közt mennyi a szent tárgy, s hogy ott az a kis szobor, a gyermek Jézus szobra. Az egyik kezéről hiányzik három új, koronájából kihultak a drágakövek. kövek, rozsdás, elhanyagolt a szobrocska. Ha úgy bánik Isten fia szobrával, a többivel, hogy is törődnék? Mr. Tenhem, valósággal extázisba esett, szinte átszellemült attól, amit a fiatal hallott. Ez az erős hit, ez az igazi szent harag, mondta. A fiúnak művészé kell érnie. Elküldi hát Angliába az egyik nagy hírű művész barátjához, aki a művészet teljes megújításán átformálásán dolgozik, az embereket gyönyörű bútorok, templomi ékességek készítésére tanítja, az új világ megteremtésének vágya hevíti. gaetano tetszett a terv. Örömmel távozott Diamantéból ekkor. Rájött, nem tud itt tovább élni. Meggyőződése volt. Isten maga vezeti ki a kísértések helyéről. Sirokkó Lassan leperget két esztendő ami ez idő alatt diamantéban történt, mindössze ennyi. Itt és egész Szicíliában mindegyre eluralkodott a szegénység. Újra ősz lett, közelgett a szüreti idő, Ilyenkor dalok hangzanak, melódiák kelnek útra, mandolinok pengenek. A fiatalság csapatostól a szőlők bevonul, az egész nap munkában, kacagásban telik el. Éjszaka megjön a tánc, a vidámság. Az emberek elfelejtenek aludni. A hegyek friss levegőt lehelnek, tisztábbat, mint máskor. A légszinte tele van ötletekkel, tüzes tekintetek röpködnek. Az idő ilyenkor nem a napfénytől kellemes, hanem meleg, asszonyi arcok sugárzásától. Ezen az őszön a filoxéra mindent elpusztított. Szüretelők nem sürgölődtek a tőkék közt, asszonyok hosszú sora hiányzott, fejükről a megrakott kosár, s éjszakánként nem ropták a táncot. Nem volt tiszta október levegője az Etna vidékén. Tikasztó, sivatagi szelek érkeztek Afrikából, szövetségesül az inségnek, port, párát hoztak, elsötétítve a levegőt. A vigasztalan sirokkó egyre fújt, a homok és a forróság miatt. Be kellett csukni az ajtókat, ablakokat, csak a lakóhelyiségekben volt tanácsos tartózkodni. Az emberek nyugtalanná váltak. Rájuk szakadt a gond, feltornyosult a gyötrelem. Donna Mikaela élt, és ápolta a férjét, de az árny fölötte lebegett. Már ősz elején meghalt a dal, a nevetés, az emberek elsúrantak egymás mellett, mintha fullasztotta volna őket valami. Mikaila arra gondolt, forradalmon jár az eszük. Fölkeléseket szerveznek, amik ugyan nem segítenek, de mi mást tehetnének. Üldögélt a palota erkéjén, hallgatta az utcai beszédet, folyton a szegénység volt a téma rossz lesz majd a búza is. Rossz a szüret, a kén és narancs piacon válságos a helyzet. Szicília sárga aranya az idén nem fizet. Miből éljenek? Mikaela belátta, a helyzet katasztrofális. Oda a termés, a nyomor sokkal nagyobb, mint sem az emberek elviselnék. Szívét fájdalom töltötte el, tépelődött, Miért kell ekkora adót fizetni? Mire való a só megadóztatása? A szegények miért nem mehetnek le a tengerpartra egy-egy vödör vízért, amelyből sót pároltatnának? Miért kell ezt a kormányboltjaiban venni? És a pálmaadó? A parasztok dősen kivágják a fákat. Mivé válik a szép liget? Mi szükség van ablakadóra? Mit akarnak ezzel? Van értelme a szegénysorsúak ablakait befalazni, hogy kiköltözzenek a házukból és pincékbe bújjanak? A kémbányákban akadozik a munka. Zavargások támadtak, mire a kormány katonaságot rendelt ki, és a munkásokat szétkergették. Mikaela egyszerűen fantasztikusnak találta, hogy a hatalom nem tud a bányákban uralkodó állapotokról, nincsenek gépek, nem számolt be senki a kormánynak hogy gyermekek hurcolják fel az ércet, az üregekből rabszolgamódon élnek, a szüleik eladták őket a tulajdonosoknak. Ha pedig tudják, miért áll a hatalom a munkaadók oldalán? De hát a bűntények egész sora ismert. A fiatal asszonyban újra kérdések merültek fel. Miért tűrik, hogy emberek gonosz tevőkké váljanak, koldúsokká szegényedjenek? Mikaila tudta, Palermóban, Katániában nem merülnek fel efféle súlyos gondok. Diamante viszont nem folythatja el félelmét. Sokan éhen halnak. A nyárnak itt még alig volt vége. Az októberi ősz meleg hónapot hozott, s Mikaela már is látta a napot, amikor a forrongás kitör, tömegek hullámzanak az utcákon, kifosztják a boltokat, a gazdagok házait, az ő nyári palotájuk előtt is megállnak, felmásznak az erkére, az ablakokon át beugranak a szobákba, hogy ide az alagónák kincseit, ferrante millióit hangzik majd. A palotát akarják! Azt hiszik, te mérdek benne a kincs, mint valami mesebeli kastélyban. Ha mit sem találnak, kés tesznek a nyakukra, és talán éppen tőle akarnak aranyat, végül megölik őt is? Mire való a gazdagok örökös távolléte Rómában, Párizsban, ahol fényesen élnek, hergelik a népet, nem gyűlölnék őket ennyire, ha itthon látnák? Mikaela? Azt hajtotta, bár elmenekülhetne ebből a városból. Apja és férje betegsége azonban ide kötötték. Felkészült tehát, meg fogják ölni. Ő lesz az áldozat a gazdagok védkeiért. Sok esztendő nyomora gyülem lett fel ekkor Szicíliában. A fenyegető lázadást alig ha lehetett elhárítani füstölgött az etna is. Éjjelente kényszagú vörös füst gomolygott a tetején, dübörgött a mély. A kormány nem tudott volna semmiről. Hosszú idő elteltével végre valaki fölvilágosította őket, mire bizottságot neveztek ki. Már az némi nyugalmat hozott egyeseknek, hogy a bizottság tagjai egy szép napon végighajtattak a korzón. Persze a nép alig ha észlelte, hogy a javát akarnák. Az asszonyok az ajtókban álltak és csúfolódtak, a gyerekek a kocsik körül álltak, és ezt kiabálták. Tolva Tolvajok! Minden a lázadást siettette. Az emberekkel továbbra sem törődtek, nem nyugtatták a város lakóit, nem akadt hivatalnok, akiben megbíztak volna. Még azokat viselték el leginkább, akiket csak megvesztegetéssel lehetett vádolni. Többekről suttogták, tagjai a mafiának, amely a törvény szegést védelmezi Szicíliában. A pénz és a hatalom vezényelt. Az idő haladtával csak növekedett a feszültség – az újságok megírták, hogy nagyobb városokban a munkások csapatos túl vonulnak az utcákon. Olvasható volt az is, hogy szocialista agitátorok járják az országot, és izgató beszédeket mondanak. Mikaela rádöbbent a nyugtalanságokára. A szocialisták készítgetik az öndülést, vehemens, lázító szónoklataik erősítik a kételjeket. Hogyan engedhetik meg ezt? Mit csinál a király? De ki is az az uralkodó? Az asszonyt rettegés fogta el, s nem tudott tőle szabadulni. Mintha ellene esküdnének. Minél többet hallott a szocialistákról, annál jobban szorongott. tán nyugtatta. Diamantéban nincsenek szocialisták. Itt nem gondolnak forradalomra. Mikaela megkérdezte. Nem tudja-e, hogy az öreg asszonyok a fonóház sötét sarkaiban miért mondanak történeteket a hírhet rabló vezérekről? Miért emlegetik a gyöngyhalász, Alézi Giuseppét, Szicília népvezérét? Ha lázadnak a szocialisták, lázad diamante is, egyesek már is látták a Gerácsi palota erkéjén a régi kísérteteket, a fekete barátot, Éjszakánként üvöltéseket hallottak, s voltak, akik állították a kakasok, alkonyatkor kukorékolnak, hajnalban pedig hallgatnak. Az egyik novemberi napon a városka megtelt különös férfiakkal. Arcuk az állatok pofájára hasonlított, bozontosak voltak, szakáluk hosszú, nagy tenyereik, mintha külön lognának karjaikon többen bő lebegő ruhát viseltek, a lakosok némeike híres banditákat, mostanában szabadult gájarabokat ismert fel közülük. Giannita elmondta, hogy ezek az emberek normális körülmények között Szicília hegyi vadonjaiban élnek, de most átkeltek a Szimétó folyón, s Diamantéba jöttek, mivel eljutott hozzájuk a hír, hogy a szabad rablás megkezdődött. A nyugalom s a katonai készenlét azonban meghátráltatta őket. Mikaela a folyton rájuk gondolt, várta, kik lesznek a gyilkosai. Látta lobogó köpenyüket, dúlt ábrázatukat. Tudta, fekvőhelyeiken, hegyi barlangokban várják az alkalmas pillanatot, amikor lövöldözések verik majd fel diamante csöndjét. Akkor gyújtogatnak, öldökölnek ők is, generálisokként az éhes, pusztító tömegélére állnak. Az asszony az őszt apja és ferrante ápolásával töltötte. Mindketten hónapok óta feküdtek már, de a gyógyításhoz értők azt mondták, életük nem forog veszélyben. Mikáilától boldog volt. Remélte, apja ősi tekintélyétől meghunyászkodnak a hőbörgők. Ült a beteg ágyánál, s kereste. Bár lenne itt, sohajtotta Némán, ha tudná, hogy műhelyében dolgozik, biztonságosabban érezné magát. Levelet, mióta elment, nem kapott tőle. Már azt gondolta, a fiú teljesen megfeledkezett róla. Máskor meg határozottan érezte, Gájétánó szereti őt, stán abban a percben is találkoznak messzi gondolataik. Az ősz végén aztán levél érkezett. Minő levél. Mikaela először arra gondolt, tűzbe dobja. Fölment a teraszra, hogy elolvassa. Egykor itt hallgatta Gaetano első vallomását. Szavai akkor nem melegítették fel, és nem is rémítették meg. Ez a levél más volt, Gaetano kérte, menjen el hozzá, legyen örökre az övé. Elolvasta a sorokat, és önmagától ilyet meg. Kényszert érzett, hogy kimondja. Megyek, már is megyek, s hogy utána azonnal csomagoljon, utazzék. Valami hívta csalta a távolok felé. Legyünk együtt boldogok, ez állt a levél végén. Múlik az idő, fogynak az évek, ne mondjunk le a boldogságról. A fiú leírta, milyen szép lenne az életük. Asszonyokról mesélt, akik követték a szerelem parancsát. A levél szinte sugárzott, áradt a csábítástól. Nem is a szavak gyújtották fel igazán Mikael szívét, hanem a bennük lángoló szerelem. A részegítő füst, amely tömjénként áradt a papírról. Gaetano személye mindazonáltal nem volt szent többé neki. A hosszú hallgatás után ez a váratlan vallomás azonban valósággal elbódította. Boldogságot érzett. A szerelmet nem ilyennek képzelte, s ettől kezdve kelle még neki, aggódva ismerte fel. Igen, az öröm már is készen állt, hogy újra lefoglalja a szívét. Majd azzal büntette önmagát sgáétánót, hogy szigorú kimért hangú levelet írt neki. Minden mondata az erkölcsi törvényt hangsúlyozta. Erkölcs, és semmi más, adta ki magának a parancsot. Büszke volt a leveleire. Szerelmét nem tagadta, de ügyesen elrejtette szavaiba, s gáét után föl sem figyelt rá. Így lehetett, mert a fiú többé nem válaszolt. Ettől kezdve Mikaela nem gondolhatott Gaétánóra, mint támaszára, védelmezőjére. Számára veszélyesebbé vált a vadon embereinél. Naponta rosszabb hírek érkeztek a városba. Mindenki fegyverek után nézett, s bár tiltva volt, az emberek törtés pisztolyt hordtak, Szocialisták lázító beszédeitől hangzott az ország, nem nyughattak, s másokat sem hagytak békén. A lázadók már a napot is meghatározták, amikor kitör a zendülés. Egész Itália egyszerre fog fegyvert. Már nem fenyegetésekről, hanem tényekről volt szó. Egyre több csapat érkezett a szigetre. A legénység legtöbbje nápoi volt, akik Sziciliával mindig is viszálykodtak. Híre jött, Szicíliában bejelentették a hadi állapotot. Megszűnt a bíróság, helyébe katonai törvényszék lépett. Elterjedt, a katonák szabad kezet kaptak a prédálásra, mészárlásra. Senki sem tudta, mi készül. A rettegés elhatalmasodott. A külső városrész lakói sáncokat ástak a hegyek alatt, a piac téren csoportokba verődtek az emberek, ott áldogáltak, várakoztak reggeltől estig, és nem dolgoztak. Ijesztő látvány volt a sok fekete köpenyes, lehajtott karimájú kalapban ácsorgó férfi. Bizonyára percet várták, amikor a nyári palotát kifoszthatják. Ahogyan közeledett a népzendülés, Aként lett egyre betegebb Don Ferrante. Mikaela tartott tőle, a férje rövidesen végleg elköltözik. Ha elveszíti, annak a jele, hogy ő maga is vesztésre áll. Kitörődik vele többé. Éjszakákon átvirrasztotta a betegágy mellett. Már a szomszédasszonyok is vele tartottak. Az egyik reggel, hat óra körül, Ferrante örökre lehunyta a szemét. Mikáéla meggyászolta egyetlen védnökét, aki megmenthette volna. Megadta a gyásztiszteletet, ami a városkában szokásos volt. A halotti szobát fekete drapériával vonatta be, becsukta az ablakokat, hogy egyetlen fénysugár se jusson a szobába, a tűzhelyen kioltotta a tüzet, vakénekest hivatott, hogy siratókat énekeljen. gianni kérte meg, hogy apjáról gondoskodjék addig. Ő maga szótlanul ült a halott mellett az összegyűlt asszonyok társaságában. A halál napján történt, az előkészületek megtörténtek, a fehér barátokat várták, hogy a tetemet elvigyék, a szobában csönd volt, a kisírt szemű asszonyok is némán ültek. Mikáél a sápattan, egy széken húzódott meg, és tekintete önkéntelenül a halotti szemfedőre esett, amelynek közepén a hímzett családi címer volt látható. Csak született Alagónára borították ezt a szemfedőt, de most úgy tűnt, mintha csupán az asszonyt figyelmeztette volna a veszteségre. Oda immár utolsó támasza. Ekkor jött valaki, s jelentette, az idős asszunta megérkezett. "Asszunta? Mit akar? Jó, ja, persze, ő az, aki mindig elmondja a halott fölött a dicséretet. Mikaela tehát beengedte. Az öregasszony belépett, ahogyan koldulni szokott a dóm lépcsőin, rongyos ruhában, fakókendővel, mankóval, hajlott derékkal a ravatalhoz bicegett, töpörödött volt, szeme beesett. Mikaila arra gondolt, a gyöngeség és elesettség jelképe van jelen a szobában. Az asszony megszólalt, a boldogult özvegyének nevében beszélt. Meghalt az én uram, s társam, magamra maradtam, házam elvesztette gazdáját, parancsolóját. Miért zárták be az ablakokat, kérdik a járókelők? Mert nem bírom elviselni a fényt, túlságosan nagy az én fájdalmam, háromszoros a gyászom. Családodnak annyi kidőlt fáját viszik el a fehér barátok, törzsemnek egyetlen ága sem tört le még, de az uramat veszítettem el, az uramat. Többet nem kellett mondania a asszuntának. Mikaéla zokogásban tört ki. Jajgattak az asszonyok is. Az özvegyek a férjeikre gondoltak, akik pedig még házasságban éltek, rádöbbentek. Mi lesz velük, ha ők is erre a sorsra jutnak? a világ kitaszítottjai közé számítják majd őket. December vége volt, karácsony és új év között. A fölkelés veszélye nem múlt el, aggasztó hírek jöttek továbbra is. Mesélték, Falco Falcone, a kőbányában tucatnyi rablót gyűjtött össze, várják a kijelölt napot. Mondogatták, hogy más hegyi városokban a lakosság megrohanta a vámházakat, elűzte a hivatalnokokat. Olyasféle hír is köztájon forgott, miszerint a katonák járják a városokat, letartóztatják a gyanús személyeket, és száz számra agyon lövik. A harcra buzdított mindenki az ellenállásra. Nem lehet, hogy az itáliaiak csak úgy emberi életeket olcsanak ki. Mikaila valósággal apjához volt kötve, mint korábban beteg férjéhez. Nem mehetett sehová, aggodalma nőtt, maga lett a félelem. A legrosszabb hír óról érkezett. A fiú Ferrante halála után hazajött. Nem ezt töltött rémülettel az asszonyt. Ennek még örülhetett volna is, hiszen lesz védelmezője. Azonban elgondolni sem lehetett, hogy fogadhatja. Egyelőre a halott emléke az, amely egyedül lekötheti, a gyász, amely egy évig tart. Mivel Gaetano már egy hete otthon volt, anélkül, hogy a nyári palotába elment volna, a fiatalasszony kérdezősködött felőle gianni Hol van Gaetano? Nem tudod? Talán elutazott? Minél kevesebbet hallasz róla, annál jobb neki. Mint valami szégyenről beszélt a lánya fiatal emberről, aki szocialista lett. Angliában egészen megváltozott, már nem imádkozik Istenhez és a szentekhez. Ha a plébános úrral találkozik, nem köszön neki. Mindenkinek mondja, ne fizessenek vámot a kapuknál, a parasztokat tüzeli, ne róják le a bérüket a munkával. Fegyvert hord, és kijelentette, azért jött haza, hogy a felkelés élére álljon. Többet már nem kellett mondania a leánynak, Mikáélát rémület fogta el, minőt eddig még nem érzett. Ez volt tehát az a hír, amit azon a ködös őszi napon megjósoltak. Éppen Gaetano az, aki a villámokat a városra hozza. Ez hát a bosszú, és ez a bűnhődés. Az utóbbi időben Mikaela egy kisé megnyugodott. Azt hallotta, a környéken elfogták a szocialistákat, elfojtották a felkelés tüzeit, amelyek a hegyi településeken felgyúltak. Látszólag megszűnt az avargás. És most megjött az utolsó alagóna. A nép követni fogja, a fekete férfiak tömege majd megmozdul, a vászonruhások átkelnek a folyón, Falcone bandája kilép a bányák sötétjéből. A következő estén Gaetano beszédet mondott a piacon. A kut mellé ült, figyelte, amint az emberek vízért jönnek. Három évig nem látta a karcsulányokat, amint fejükre helyezik, korsóikat tovább mennek de nem csupán lányok jártak a kútra. Látva a szegényeket, a nyomort, elhatározta, a jövőről beszél nekik, és beszélt arról, hogy csak hamar boldog idő virrad rájuk. A koldúsasszony asszony asszuntának meg lesz a kenyere, nem kell alamisnát kéregetnie. És amikor az öregasszony megjegyezte, hogy ezt elképzelni sem tudja, Gaetano haragosan ráförmett. Nem tudja, hogy eljött az idő, amikor az aggastyánok és a gyerekek nem maradnak védelem nélkül. Az öreg székfaragóra mutatott, aki olyan szegény volt, mint Assunta, s még beteg is. Azt gondolja Assunta, lehet még tűrni a kórház hiányt. Ez így már nem mehet tovább. Nem érti? Elmondta, Látod gyerekeket, akikről tudja, kerti zsázsát, sóskát esznek, melyet folyóparton utak mentén szedegetnek. Ezen túl megszűnik az éhezés. Kezét egy gyermek fejére tette, mint diamante hercege, és erősen állította, nem lesz kenyérből hiányuk az apróságoknak. Ebben a városkában az emberek semmiről sem tudnak, folytatta. Járatlanok a világ eseményei közt. Azt hiszik, a nyomor örökké tart. Hogy lehetnek ennyire együgyűek? Elhiszik, hogy már nem lehet másképp. Az emberek, akiké a Föld, beletörődnek a szegénységbe, öregeik nyomorába, gyermekeik kilátástalan sorsába, amely a bűnözéshez vezet. Talán bizony azt sem tudják, hogy a tengerek, a hegyek, kincsek őrzői, hogy milyen gazdag a föld mélye! Belenyugodnak, hogy gyermekeiket sem tudják rendesen táplálni. Ne álljanak itt mogorva, zsörtölődve és beletörődve is. Lám, nem lehet a dolgokon változtatni. Ne higgyék el! Gazdagoknak és szegényeknek egyaránt kell lenniük. Nem ismerik földanyánkat, azt hiszik tán a föld, bárkit is gyűlöl közülük biztosan hallották már a föld szavát. Kijelölt valakit az éhezésre, másokat meg bőségre, arra, hogy a gazdagság tegye tönkre őket? Miért nem nyitják fel füleiket, s hallgatják meg az új tant, amely meghódítja a világot? Nem akarnak jobb sorsban élni? Vagy ennyire tetszetősek a rongyaik? Elég a sóska meg a zsázsa, s födél kell a fejük fölé? Hozzátette, hiába vonakodnak elfogadni az idők hajnalát, az bekövetkezik. A napot sem kell reggelente kihalászni a tengerből. Az új idők is eljönnek miként a nap feljő a reggeli égen. Miért nem tartanak át azokkal, akik eléje mennek a napnak? Miért zárkóznak el a fénytől? Sokáig beszélt. S Diamante szegényei már mind a kút körül voltak. Minél tovább beszélt, hangja annál tisztábban csengett. Szemében tűz és s a nép olyan szépnek látta, mint egy mesebeli herceget. Ősi családja törzsökének hajtása volt ő is, utódja azoknak, akik kincset és örömöt ajándékoztak népüknek. És hittek neki, amikor bizonygatta, szerencsét hoz nekik. Vigaszt éreztek, boldogságot, ifjú uruk ennyire kedveli őket, s gondjukat viseli. Amikor Gaetano befejezte a beszédet, hallgatói újjongtak, lelkesedtek, kiabáltak, fogadkoztak, követni fogják, teljesítik parancsait. Pillanatok alatt a tömeg fölé emelkedett, nem tudtak neki ellenállni. Azon az éjszakán minden nyomorult, róla beszélt. Hitte, Gaetano boldogságot hoz nekik. Pincék, padlásszobák lakói kértek áldást a fejére. Az éhezők úgy tértek nyugovóra, hogy másnap dús asztalok várják őket. Az ag ifjúnak érezte magát, didergő szíve fölmelegedett. A teljesedésre vártak, mert hitték, Gaetano lett az új idők vezére. Adakozott, áldások bősége árat miután hazaért. Másnap, szürkületkor Giannita a betegszobába ment, és Mikaela fülébe súgta. palermo kitört a szendülés. több órája lövöldöznek, idáig hallatszik. Katániába már katonákért küldtek Diamante város vezetői. Gállétanú azt mondja, rövidesen itt is felfordulás lesz. Az Etna városaiban egyszerre kezdődik a forrongás. Mikaila intett a lánynak, maradjon a beteg mellett, ő pedig átszaladt donna Liza boltjába. Hol van Gállétanú? kérdezte kertelés nélkül. Beszélnem kell vele? Ó, az Isten áldja meg a szavaidat, a kertben van. A fiatal asszony átment az udvaron, aztán a kertbe lépett. vény volt itt, teraszról teraszra kígyóztak. Volt egy seregnyi lugas is, pihenő, barlangocska, sűrű agávé lepetben mindent, törpe pálma, a kemény levelű fügefa, rododendron. Alig látott valamit az ember. Mikaela sokáig bolyongott, amíg ráakadt Gáétánóra. Egyre türelmetlenebb lett. A kert végében volt az ifjú, a falbástyára épített alsó teraszon. Ült és szobrot faragott. Amikor az asszonyt megpillantotta, kitárta a karját, de Mikaela nem adott időt az üdvözlésre. – Igaz, hogy ön a mi megrontásunkra jött haza? – Gaetano kacagott. <laughs> – A vezetőség már itt volt, a polgármester és a plébános is. – Jaj, most maga jött el! – az asszony sértette a kacagás, és hogy a polgármestert meg a papot emlegette, elvégre ő, Mikaela, mégiscsak több, mondja, igaz, hogy ma este nálunk is zentülés lesz. De hogy nálunk nem lesz zendülés. Olyan szomorúan mondta, hogy Mikaela majdnem részvétet érzett. Ön sok gondot okoz Elizának. És? Magának is. Vagy nem, tréfált Gaétanó. Sok gondot okozok mindenkinek. Én a tékozló fiú, a jódás, a büntetések angyala, aki elűzlek benneteket ebből az édenből, ahol az emberek füvet esznek. Mi úgy gondoljuk, hogy a fű is többet ér a lövöldözésnél. Az igen, jobb éhen halni. Ezt már megszoktuk. Az sem fölemelő, ha az embert banditák mészárolják le. Ha nem akarják, miért tűri a világ, hogy banditák legyenek? Igen, tudom, ő is ezt akarja, hogy a gazdagokat kiírtsák. Gájtánu nem felelt azonnal. Szótlanul állt, ajkába harapott. Szeretnék magával beszélni, Donna Mikaéla, megmagyarázni mindent nyugodt arccal beszélt a szocializmusról, s oly világosan, hogy egy gyerek is megérthette. Mikaela alig követhette Gaetano gondolatait, talán mert nem akarta, mert abban a pillanatban hallani sem akart a szocializmusról. Melegség töltött el, amikor a fiút megpillantotta. Meginoktak a léptei, boldog sejtés ömlött el a lelkén. Igen, őt szeretem. Őt szeretem, mondotta hang nélkül. A találkozásuk előtt még tudta, mit fog mondani, nagyon határozottan szerette volna visszavezetni gyerekkora hitének egyszerű világába. Be akarta bizonyítani, az újtan veszélyes és félelmetes, de aztán eltöltötte a szenvedély. Ostobán zavart lett, semmit sem tudott válaszolni, ült a széken és csodálta Gáétánot, amiért olyan választékosan érvel. Bámulta érzése változását. Ez a fiatal ember szebb, mint valaha. Vagy csak abból ered, hogy közben valódi felnőtt férfivá vált. Szorongás fogta el, mivel érezte, egy hatalmas erő leterítette. Nem mert ellenkezni, beszélni sem volt igazán bátorsága. Félt, hogy elsírja magát. Ha szóra nyitná a száját, nem politikáról beszélne, elmondaná, mit gondolt, akkor, amikor a harangok megszólaltak, vagy hogy hányszor álmodott felőles közben nyakába borulna. Az élete üres lenne, elviselhetetlen, ezek nélkül az álmok nélkül. S hogy köszöni az éveket, amelyekkel az életet tartotta benne. És ha szó sincs zendülésről, miért beszélni a szocializmusról? Már mit törődnek ők itt ketten Donna Eliza kertjében az új tannal? Elnézett a kerti ösvény mentén, két oldalán lúk által kifeszített lécekre rózsák, virág, fűzére komoltak. Tűnődött, hová vezetnek az ösvények. Ez az ösvény is Máladozó ámorszobor áll a végében. Luka jól értette a dolgát. Amíg egyedül voltak a kertben, a nap nyugovóra tért, az Etna rózsaszínbe öltözött, majd vörösre váltott, mintha szégyelné, amit Donna Eliza kertjében történik. Ilyen órában szokott minden nap Mikaela Gaétán óra gondolni, mintha a hegy és ő arra vártak volna, mikor tér vissza a fiú, s látták volna, mi lesz, ha visszatér. Mikaela szerelme hevességétől tartott, s íme a szocialistákról beszél, akiket ő megvet. Gaetano sokat beszélt, a hegy izzó színe közben elhalványult, bronzbarnává változott, homály lebegett a tájon, a fiatal asszony tudta, rövidesen feljön a hold, Ült és várta a holdfény feloldó segítségét. Ő már semmit sem tehetett. Gáétánó rabja lett. A holdfény sem használt, Gaétano csak beszélt, beszélt. A tőkésekről, a munkásokról, a szegénységről. Az asszony azt érezte, barátja szívében kialudt a szerelem. Hirtelen ötlete támadt. Egy hete Gaetano érkezésekor Giannita szobájában járt. Halkan lépdelt a lány észre sem vette. Elragadtatásban talált, a kitárt karokkal égre emelt, tekintettel állt, kezében kép, ajkához emelte, csókolgatta, feje fölé tartotta. Gaetano arcképe volt. Ahogyan bement, úgy távozott, és akkor csak arra gondolt, milyen kár, hogy Giannita Gáétanót szereti. Most az egész jelenet eszébe jutott, valószínűnek tartotta, hogy a fiú is szereti Giannitát, játszótársak voltak, a fiatalember azóta kedvelheti a lányt. Talán azért jött haza, hogy feleségül vegye. Ellene mit sem szólhatott, különben egy hónapja megírta Gáétánónak: nem helyes, ha szerelmet érez iránta. Gaetano közelhajolt Mikaélához, szemébe tekintett, s szinte kényszerítette, figyeljen a szavaira. Értenie, látnia kell a dolgok állását, amire itt délen szükség van, az újjászületésre, a lelkek fölébredésére, mint a kereszténység első századában. Éljenek az elnyomottak, halál az urakra! Jöjjön az eke, amely a korhat gyomokat kiforgatja. Új világ kell, a régi kimerült, a mély kerüljön a felszínre, akkor külön lesz az élet. Donna Mikaela, tudja, miért valóság a szocializmus? Miért nem semmisült meg? Mivel új igével jött. Nézzetek a földre! A kereszténység azt hirdeti: Nézzetek az égre! Arra kell törekednünk, hogy itt legyünk boldogok. Miért nem gondoltak már előbb erre? Túlságosan sokat foglalkoztunk azzal, ami a földi lét fölött van. A föld Mikaela, a föld a miénk. Mi szocialisták szeretjük igazán. Mi imádjuk ezt a drága szent földet, ezt az elhagyott anyát, amely szomorú, mert a gyermekei az ég felé vágyakoznak. Higgy el, kedves Mikaela, hét esztendő múlva minden másként lesz. Addig a vértanuk elvéreznek, az apostolok elhallgatnak, s az emberek tömegével jönnek hozzánk a mi táborunkba. Mi, a földfiai, kivívjuk a győzelmet, s a föld elénk teríti minden javát, a szépséget, az élvezetet, a tudást, az egészséget. Gaetano hangja remegett, szeméből szikrák pattantak, majd könyborította el. A terasz szélére lépett, kitárt a karját, mint aki szívére akarja ölelni a holdfényes világot. A szépséget kápráztat, ó föld! látásom elvakul, szavalta. Mikaela egy pillanatra, mintha ebbe a bűvöletbe esett volna, maga is érezte a fiú rettegését, amikor borzalmakról, a föld szépségét veszélyeztető árnyakról szólt. Bűnösnek látta a világot, piszkos folyamhoz hasonlította, amely tündéri tájak közt kigyózik tova. És Gaetano folytatta. Gyönyörűségedet! Föl sem fogja senki! s nincs bátorsága gyönyörködni benned. Zabolátlannak hisznek, ravassággal terhesnek. A bizonytalanság a veszély maradt nekik, a bánat, a síralom, a pusztulás. Te csak a rettenet vagy, s mi nem akarunk jobbá formálni. Ám eljön a napod, szólt diadalmasan, akkor majd Hozzátérnek szeretettel, s nem ahhoz az álomhoz, amely becsapja őket, amely semmit sem ad. Mikaela Gaetano szavába vágott. Félelme egyre nőtt. Igaz, hogy Angliában ön nem vitte semmire? Hogy érti? Mesélik az a híres mester, akihez Miss Tottenham küldte, azt mondta, hogy az ön szobrai csak diamantéba valók, másuk nincs helyük. Ki ezt? Elhiszik, mert teljesen megváltozott. Azért, mert szocialista lettem? Többre. Nem vihette volna? Hát ő nem tudja, hogy kiváló mesterem is szocialista. Ő ismertette meg velem ezeket a nézeteket, nevetett Gaétano. Elhallgatott, nem folytatta tovább. A padhoz lépett, amelyen megérkezésekor Mikáéla ült. És egy kis szobrot hozott el onnan. A fiatal asszonynak nyújtotta, mintha mondaná: Győződjék meg, igaza van-e. Mikaela kezébe vette a szobrot, s a hold felé tartotta. A fájdalmas anyaszobra volt, fekete márványból. Észrevette. Az ő vonásait viseli. Ez megrészegítette, de csak néhány pillanatra utána borzalom futott át rajta. Gaetano, aki szocialistas, nem hívő, Madonnát mer faragni, s ő rá hasonlít. Ezzel magával vitte a bűnbe. Önnek faragta Mikaela. Ha az övé lenne, átdobná a terasz könyöklőjén, hogy végigverődjék a hegyfalon, darabokra törjön, s elnyelje a szimétó vize. Milyen jogon farag ön madonnákat? Gaétano szótlan maradt. Ilyennek még nem látta az asszonyt. A haragtól alakja szinte megnőtt szoborszerűvé vált. A szépség, amely nála nyugtalan vendégként érkezett, jött s ment, most az arcán trónolt, amely hideg volt és hajthatatlan. Olyan asszonyjá vált, akit meghódítani izgalmas feladat. Hisz ön Istenben, hogy szent szobrokat farag? Gaetano zihált, és szinte megbénultak a tagjai, hiszen hívő volt, és tudta, mennyire megsértette az asszonyt. Érezte, szerelnét elvesztette. Szakadékot látott maga előtt, szólnia kellett, hogy az özvegyet meghódítsa. Halkan, dadogva szólt. Mikael egy ideig hallgatott, majd részvétel megkérdezte. Hogyan jutott idáig? Szicíliára gondoltam, mentegetőzött Gályi tanú. Szicíliára. És miért jött vissza? Hogy felkelést szervezzek. Hogy romlásunkat okozza? Ahogy önnek tetszik hangzott az engedékeny válasz. Így is lehet mondani. Ha nem kaptam volna hamis híreket, s nem kések egy hetet igazán illő, hogy a kormány megelőzzön minket, mire hazaértem, a vezéreket letartóztatták, a szigetet 40 ezer katona szállta meg. Ezzel vége! Ez utóbbi tompán hangzott. A sikertelen vállalkozásért játszott el a szerencséjét. Nézetei pókhálóként lógtak a semmiben. Meg akart tőlük szabadulni, csak hogy szerelmesét visszakapja. Mikaéla az egyetlen valóság, az egyedüli, aki az övé, már korábban érezte, és most ez csak megerősödött a lelkében. Harcolt Palermóban? Kisebb összetűzés volt a kapunál, Felelte Gahitano. Jelentéktelen semmiség. Ha az etnelánk baborús a várost fellázítom, megértettek volna bennünket. Most majd lelőnek néhány parasztot, s az éhes szájak ennyivel kevesebben lesznek. Követeléseinkből egyet sem teljesítenek. A fiatalember tépdeste a köré szövődött pókhálót, nem léphetett oda az asszonyhoz, nem mondhatta, hogy neki ez az egész politika közömbös. Ő művész és szabad ember, csak Mikaela érdekli. Ebben a pillanatban dördülés hallatszott, sötét volt. Nyomban utána egy másik. Mikaela Gaitánóhoz lépett, megragadta a csuklóját. Fölkelés. Lázadás. A lövés lövést követett. Az utcán a tömeg zajgott, ordítoztak, kiabáltak. Ez csak a fölkelés lehet. Éljen a szocializmus, harsogta Gáétánó, és a hite újra visszatért. Nem fogja elveszíteni Mikáélát. Az asszonyok szeretik a győzteseket. Mindketten a kertkapuhoz siettek. Gaetano szitkozódott, mivel nem tudott kijutni a kertből. A zárból hiányzott a kulcs. Zárkában maradt, körülnézett, három oldalról magas fal, a negyediket szakadék kövezte. Nem volt kivezető út. A város felől dölt a lárma, emberek rohangáltak, lövések dördültek, s hangzott az ordítozás. Éljen a szabadság! Éljen a szocializmus! Teljes erővel a kapunak feszült és szinte bőgött dühében. Nem lehet együtt a többiekkel. Mikaela odarohant hozzá, és mert hallotta kiabálni, már nem gondolt arra, hogy visszatartsa. Várjon, a kulcs nálam van. Önnél? Magamhoz vettem, amikor idejöttem. Eszembe jutott, bezárom önt, hogy megmentsem, ha fölkerés szítana. Ostobaság! szólt Gaetano, és kitépte a kulcsot az asszony kezéből. Mi alatt a zárat kereste a sötétben, még volt ideje beszélni. Most? Miért akar megmenteni? Mikaela nem válaszolt. Talán, hogy az Isten elpusztítson? Az asszony hallgatott. Isten haragja ellenbezzeg, nem mer megvédelmezni, ugye? Nem, nem merem. Ti hívők, aztán megéritek a pénzeteket. Sejthette, szerelmese kitépte arcát a lelkéből. Hideg futkosott a testén, bátortalanná vált, hogy az asszony kísérletet sem tett a marasztalására. Ide-oda forgatta a kulcsot, nem tudta kinyitni a kaput, mintha megfagyasztotta volna Mikaela hideg közelsége. Ekkor két kar fonódott a nyaka köré, s az asszony ajkát érezte a száján. Ebben a pillanatban kinyílt az zár. Gaetano kirohant. Nem bírta elviselni ezt a csókot. Halálosnak érezte. Kísértetiesnek tűnt előtte az asszony, aki még a régi hitnek áldoz. Rohant, mint aki menekül.